Újbölcsöde Máté Szarkán az Angyalszárny névre keresztelt hadcsoportszobás intézményt csütörtökön adták át. 72 óra kompromisszum nélkül a vármegyében 14 településen 2400-an végeznek önkéntes munkát. Engem fogadj be, a be- és elfogadás kultúrájáról tartottak konferenciát Nyíregyházán. Átadták Máté Szarka új bölcsödéjét az Angyalszárny névre keresztelt intézménynek köszönhetően újabb 72 férőhellyel bővült a bölcsödei szolgáltatás a városban. A Kölcsey televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az új bölcsödében igény szerint sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadnak. A beruházást Európai Uniós forrásból és kormányzati támogatásból valósították meg. Impozáns, tágas, igényesen berendezett és játékokkal teli körülmények között tölthetik el a mindennapokat a 3 éven aluliak Máté Szalka új bölcsődéjében. A szeptembertől már 4 csoporttal működő Angyalszárny bölcsődét csütörtökön adták át ünnepélyes keretek között. Hanusi Péter polgármester elmondta, Máté Szalkán korábban egy 102 férőhelyes bölcsőde üzemelt, az utóbbi években azonban hatalmas igény mutatkozott újabb intézményre. Az Angyalszárny bölcsőde egy modern 21. századi intézmény. Az egyik vendégünk úgy fogalmazott, hogy igazából egy mini város a városban. Nagyon méltó körülményeket teremtettünk a beiratkozó gyermekek számára. A bölcsőde már szeptember 1-től működik, egyelőre 4 csoporttal, de már most tervezzük az 5. csoport megindítását is, hiszen hála Istennek annyi a jelentkező szülő, illetve gyermek. Az Angyalszárny bölcsődében nem csak Máté Szalkai gyermekeket várnak, a városhoz közeli további 14 település legkisebbjei is napközis lakói lehetnek az új intézménynek. Ráadásul megfelelő számú jelentkező esetén speciális csoportokat is indítanak. Vállaljuk sajátos nevelésű, igényű gyermekeknek nevelését, gondozását integrált formában, ami azt jelenti, hogyha megfelelő szakértői véleménnyel rendelkeznek, akkor csoporton belül 10 fős létszámmal tudjuk őket gondozni és nevelni. Az elmúlt több mint egy évtizedben elindított bölcsődeépítési program kifejezi a magyar kormány 3 fő törekvését, a családok megerősítését, a kereszténység megtartását és a foglalkoztatás növelését. Erről már Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője beszélt az átadó eseményen, hozzátéve, hogy a számok is azt mutatják, szükség van az új bölcsődékre. Van amikori 301 néhány településen, most 1600 településen, több mint 1600 településen van már mini bölcsőde vagy normál bölcsőde. Máté Szalka ipari jellegű település, azt gondolom, hogy ide járó embereknek, vagy az innen járó embereknek a gyerekek felügyelete nagyon fontos, tehát egyfajta foglalkoztatás politikai eszköz is. Így, amikor meghirdették ezeket a programokat, a település operatív programon a rövidítettem a toppokat a megyei önkormányzat által, akkor természetesen Máté Szalka is pályázott sikeresen. Máté Szalka új bölcsődéjét Simicskó István, a KDNP frakció vezetőjének jelenlétében adták át. A politikus kifejtette, az intézmény hálózat bővítése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kisgyermekes anyukák minél hamarabb visszatérjenek munkahelyeikre. Ennek van egy olyan üzenete, hogy a gyermekek olyan jó kezekbe, jó lelkű emberek közé kerüljenek, ha már semmiképpen sem tudja megoldani a szülő, hogy otthon legyen 3 éves korig a gyermekével, akkor viszont felkészült pedagógusok oktatják és nevelik és képzik a gyermekeket. Úgyhogy Angyalszárny a neve a bölcsödének, ez is kifejezi azt szerintem azt a törődést, azt a lelki gondoskodást, amivel odafordulnak majd a gyermekeink felé az itt dolgozó kollégák. A 6 csoportszobás 72 férőhelyes Angyalszárny bölcsődét összesen csak nem 700 millió forintból, Európai Uniós és kormányzati támogatásból építették fel. Egésznapos programsorozattal emlékeztek meg pénteken Krudi Gyuláról Nyíregyházán. A magyar modern próza kiemelkedő alakja a vármegye székhelyen született. Az elemi iskolát és részben gimnáziumi tanulmányait is itt végezte. 1892-ben pedig alapítója volt a nyíregyházi sajtóirodának. Péntek reggel Krudi Gyula szülőházánál az evangélikus Kossuth Lajos gimnázium műsorával és koszorúzással emlékeztek meg a 145 éve született íróról.
Rudi Gyula Nyíregyháza szülötte, és hiába került el korán innen, munkássága és élete alatt ő mindig is hangsúlyozta azt, hogy Nyíregyháza és a Nyírséghez kötődik az élete. Műveiben számtalanszor helyszínként is szerepel, és utal arra, hogy mennyire kötődik a Nyírséghez, Nyíregyházához, és hogy a szívében hordozza. Én azt gondolom, hogy ezek után nekünk nagyon fontos az, hogy ne felejtkezzünk el erről, és hogy munkásságát és életét ébren tartsuk, ne csak a mi emlékeinkben, hanem a fiataloknak is átadjuk ezt az iskolában, a családban és a különböző rendezvényeken is. Elhagyott sírok rendbetétele, sérült gyerekekkel sport délután szervezése, templomkerítés festése. Néhány program azok közül, amelyeket a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes ifjúsági akció keretében végeznek, péntektől vasárnapig szerte az országban. A rendezvénysorozat megnyitóját csütörtökön tartották Nyíregyházán. A vármegyében közel 2400-an vesztek részt a programban. A háromnapos akció a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával indult el. A program célja, hogy népszerűsítse az önkéntes munkát a fiatalok körében. A kezdeményezés 16 évvel ezelőtt német nyelvterületről érkezett Magyarországra. Először egy csapatnyi önkéntes kezdte meg a munkát, aztán évről évre egyre nagyobb létszámban. Itt a Covid alatt kisebb létszámmal, de most megint 7000 fővel fogunk önkénteskedni, több mint 7000 fővel. A rendezvénysorozat országos megnyitóját Nyíregyházán tartották. A házigazda intézmény vezetője elmondta, hogy tanulóik évek óta részt vesznek az akcióban. A diákok nagyon kreatívak, nagyon ötletesek. Nem csak az iskolán belül segítik a kisebb társaikat, játékokat készítenek nekik, madáretetőt készítenek az udvaron a madaraknak, hanem ellátogatnak idősek otthonába, ellátogatnak állatmenhelyre, elmennek sírokat gondozni, tehát nagyon sok területen próbálják valóban ezt az önkéntes szolgálatot tenni. A 10. osztályos Schnitzer Zsófia szerint az önkéntes munkának közösségformáló ereje is van. Én már tavaly is részt vettem ebben a programban. Tavaly osztályszinten voltunk az állatmenhelyre, és ott adományoztunk különböző dolgokat, állateledelt és plédet az állatoknak, és elvittük őket sétálni. És az idén is tartjuk ezt a vonalat, úgyhogy most is oda fogunk menni, mert nagyon megtetszett nekünk, és szerettük ezt a programot. A megnyitót követően az iskola diákjai virágokat ültettek az intézmény területén található méltóság mezején. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 14 településen 25 projektet teljesítve közel 2400-an végeznek önkéntes munkát a három nap során. Pénteken letették az esküt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi választási bizottság tagjai és póttagjai. 2024-ben az európai parlamenti választással egy időben, július 9-én tartják majd az önkormányzati választást is. A területi választási bizottság tagjaként, illetve póttagjaként. Pénteken délben tették le az esküt, és vették át megbízó leveleiket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi választási bizottság tagjai és póttagjai a vármegyeháza dísztermében. A közgyűlés legutóbbi ülésén döntött a személyekről, eszerint Szekrényes Ida, Podlovics Weiss Éva és Kovács Zoltán tagként, Obucki Béláné és Braun Mária póttagként szervezi és felügyeli a jövő évi önkormányzati és Európa parlamenti választást. A megyei közgyűlés választotta meg a bizottság tagjait, ez hosszú évek óta, a rendszerváltás óta úgy van, hogy területi választási bizottságot a megyei közgyűlés választja. A hatáskör gyakorlója egyébként a megyei jegyző, mármint a választás lebonyolítását illető
hatásköröket illeti, megszervezését, a településekkel való kapcsolattartást, a képzést, az oktatási programot is a jegyző úr felügyeli, ami feladunk a választási bizottságnak a megválasztása volt, és úgy gondoltam, hogy vannak olyan tapasztalt tagja is a választási bizottságnak, akik már évek óta végzik ezt a feladatot, illetve vannak új tagok is, és hát kiegészülnek a választási bizottság tagjai a pártok, jelölőszervezetek által delegáltakkal is, a törvény által megszabott időből is leteszik az esküt, ugyancsak a megyei közgyűlés elnöke előtt, és akkor ők is a választási bizottság, a területi választási bizottság tagjai már válnak. Ez egy nagyon fontos feladat, nyilvánvalóan bizalmi kérdés is, hogy milyen módon is, hogyan vannak a választások megszervezve. Magyarországon az országgyűlés tavalyi döntése nyomán jövőre az EP választással egy napon, június 9-én tartják az önkormányzati választásokat is. A polgármesterek mandátuma 2024. októberéig tart, ám már június elején eldől, hogy maradhatnak-e újabb 5 évre. A döntést a kormány azzal indokolta, hogy ezzel a lebonyolítással körülbelül 10 milliárd forinttal kerül kevesebbe a választások megszervezése. Elektromos kerekesszékével hajtott az úttestre az a férfi, aki balesetet szenvedett péntek reggel Nyíregyházán, a Tünde utca, Csemete utca csomópontnál. Egy arra közlekedő személyautó nem tudta elkerülni az ütközést, és neki hajtott a mozgássérültnek. Őt a mentők helyszíni ellátás követően kórházba szállították, 8 napon túlgyógyuló, súlyos sérülés gyanújával. A kultúrák közötti feszültség fokozása tudatos munkával egymás inspirációjává alakítható. Ez volt a célja a 3 napos konferencia sorozatnak, mely az Engem fogadj be címet kapta. A szakemberek a németországi jó gyakorlatokat tanulhatták meg, és a hazai felzárkózás politikáról is tájékoztatást kaptak Nyíregyházán. A 3 nap 3 különböző szekciót tartalmazott az Engem fogad be címet kapott konferencia sorozaton. Az Evangélikus Roma Szakkollégium, a Kertvárosi Evangélikus Gyülekezet, az Oltalom Szeretetszolgálat és a velük 20 éve kapcsolatban lévő Bajor Szociális Falu Herzogszégmühle közösen szervezte a program sorozatot. Azt tapasztalták, hogy bár a kultúrák különbözőek, a problémák, mint például a befogadás hiánya, azonos. Ez már az első nap a német magyar kulturális műhelyen kirajzolódott, de mint elhangzott, a hatékonyság érdekében a jó gyakorlatot nem másolni, hanem adaptálni kell. Egy olyan szünergia, olyan együttállás van ebben ezen a településen, ami egy hihetetlen csoda, és tulajdonképpen amit én a legfontosabbnak gondolok, hogy a oltalom szeretett szolgálatban, vagy ahol a rászorulókon, a különlegesen nehéz élethelyzetben lévőkön segítünk, ennek csak akkor van értelme ez a szünergia, ez az együtt, az erők összeadódása, mint a nagyítóban, amikor a napfényt úgy fókuszálja, egybegyűjti. Ez az a legfontosabb feladat szerintem, ami nekünk a küldetésünk és a dolgunk, hogy ne a szembenállást, hanem ezt a szünergiát segítsük. Hazánkban a cigányság el- és befogadása, valamint a felzárkóztatásuk jelent kihívást a társadalom és a kormány számára. Hatványozottan igaz ez Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére. Erről szólt a konferencia 2. napja. Régiók között különbségek vannak. Borsod-Abolcs-Zemplén, mely Szabolcs-Szatmár megyébe is, sokkal és Baranya megyébe is, sokkal több szolgáltatások vannak az oktatási esélyek, gyerekesi programokra, mint a dél-dunántúli megyékbe. Ugye ennek oka van, de én azt gondolom, hogy az itt élők is ezt felismerték, és ennek megfelelően tevékenykednek, hogy új szolgáltatásokat hozzanak létre, és a családoknak kihívásaiba támogassák és segítsék. A felzárkózás politika 2011 óta működik Magyarországon, azóta folyamatosan alakulnak ki újabb és újabb szolgáltatások és programok, amelyek megkönnyíthetik a rászoruló családok hétköznapjait. Pinokkió kalandjainak több száz filmes és színpadi átirata és adaptációja létezik. Most ez a lista a Nyíregyházi Mórézsiumon színház előadásával bővült. Péntek délután mutatták be a jól ismert mesét a Megyeszékhely Teátrumában. A főszerepet a gyerekek nagy kedvence, Tardániel kapta. Jobba, 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 jobba. Ez az fiam! Egy igazi csodabábú! See ya!
Mindenki jól ismeri a világ leghíresebb fabábjának történetét. Nem rosszasságból, hanem kíváncsiságból, jóhiszeműségből hallgat ő a gonosz csábításokra. Így aztán mindig bajba, vagy újabb és újabb izgalmas kalandokba keveredik. A mesék bár gyerekeknek készülnek, ahogy az ember idősödik, egyre többet ért meg belőlük. Így van ez a Pinokióval is. Más az üzenet a kicsik és más tanáraik számára. A gyerekek számára az, hogy azért hiába tudjuk, hogy mi a legjobb nekünk, mégiscsak hallgatni kell azokra, akik tapasztaltabbak, okosabbak, többet láttak már az életből. A tanároknak meg talán az, hogy a szeretettel szólni egymáshoz az a legfontosabb. Peller Károly tavaly a Misi Mókust rendezte Nyíregyházán, így nem volt teljesen ismeretlen számára az itteni társulat. Ahogy akkor, most is Tardáni elkapta a főszerepet. Helyesebben a főszereplő mozgatásának és beszéltetésének feladatát, ugyanis nem ő maga alakítja a címszereplő kisfiút, az tényleg egy fabábú testesíti meg a kétdimenziós díszletben. Ebben volt egy kis saját kíváncsiság is, mert én még bábukkal nem dolgoztam, és nagyon-nagyon tetszik mindig, amikor bábot használok, és gondoltam, hogy most itt a lehetőség, ezt ki tudom próbálni. A darab is adott hozzá, a főszereplőm is olyan, akivel ezt ki tudom próbálni, és bevallom, hogy elég sokáig féltem, amíg nem érkezett meg a báb, és aztán igazából azt kell mondjam, hogy 2 vagy 3 napon belül a Dani és a báb úgy összenőttek, hogy egy személyiség lettek, és ez olyan csodálatos volt látni. Mint a rendező mondta, Daninak köszönhetően még jobb is lett a bábos elképzelés, mint ahogy ő azt eredetileg tervezte, és már most fáj a szíve, hogy el kell menni ennyire Nyíregyházáról. Azonban már folynak a tárgyalások, és reményei szerint még visszatér a vármegye székhelyre, akár egyik kedvenc meséjével, a kis herceggel. Lássam, mi van a zsebedben! Vereséggel rajtolt a Challenge kupában a Fátum Nyíregyháza. Tomás Varga együttese a spanyol Voli Andalusia vendégeként kapott ki 3-1-re, így hátránnyal várja a visszavágót. A nyíregyházi röplabdázók szombaton Békés Csabán már bajnoki pontokért lépnek pályára. 7 felnőtt és 5 utánpótlás csapat mérte össze tudását Nyíregyházán a csörgőlabda bajnokság és kupa első fordulójában. Az Rényi Gimnázium torna termében összesen 16 mérkőzés játszottak a csapatok. Az egyik kaputól elindul a labda, a másik kapu előtt pedig hang után tájékozódva igyekeznek megakadályozni a gólszerzést. A Magyar Kézilabda Szövetség, Parasport Albizottsága és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kézilabda Szövetség Nyíregyházán rendezte meg a bajnoki és kupasorozat első fordulóját. Idén 45 éves a csörgőlabda szakág, és 1978 volt, amikor a jugoszláv nemzeti válogatottól meg tudtuk tanulni az alapokat, és utána majd 2008-ban kezdődött el egy tárgyalás egyébként a Paralimpiai Bizottság és a Magyar Kézilabda Szövetség között, hogy hogyan lehetne a sporttagot beintegrálni a Magyar Kézilabda Szövetség kötelékében. 2010-ben megalakult a Magyar Kézilabda Szövetség Para Bizottsága, és ezen keresztül pedig megkötöttet a szerződés a Paralimpiai Bizottsággal. Innentől kezdve elkötelezett támogatóvá vált egyébként a Magyar Kézilabda Szövetség a fogyatékkal élő személyeknek a sporton keresztül lehetőségek megadásával, rendezvények szervezésével, szakemberképzéssel, sportfelszerelések támogatásával. Mint a Szövetség Parasport Albizottságának elnöke elmondta, az országban több helyen igyekeznek sportolási lehetőséget biztosítani a látássérült fiatalok számára. 2 állami intézet van az országban, a Vakok Állami Intézet és a Gyengéllátók Intézet, ez mind Budapesten van, de vannak integrált intézményeink úgy Egerben, Győrben, Pápán, Debrecenben, amely összehozza azt a lehetőséget, hogy megtaláljuk azokat a fiatalokat az intézményekben, amely a régiókat köti össze, és azon vagyunk, hogy amely kisgyermek ebben a betegségben vagy helyzetben van, hogy gyengéllátó vagy veleszületett látássérülése van, azt mi megtaláljuk a sportágnak, és ha ő affinitást érez abban az irányban, hogy ennek van kedve, szeretete abban, hogy foglalkozzon a csörgőlabdával, igen. Nagyon sok bázis egyesületünk működik az országban, akik tudják fogadni a sportolókat, és az a legnagyobb öröm számomra, hogy Nyíregyházán már 13 éve a Fehér Botese működteti a csörgőlabdát.
A vármegyei közgyűlés alelnöke a sport jellem és közösség formáló erejét emelte ki a rendezvény kapcsán. Mi mindig nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az érzékenyítésre és azokra a társadalmi kapcsolatokra, amelyek nagyon fontosak az életben és nagyon fontosak a közösség építésében. És itt egyébként elsősorban a köszönet az a vármegyei kézilabda igazgatóságnak szól, hiszen ők nagy munkát fektettek abba, hogy ezt a országos bajnokságot ezt ide elhozzák, és úgy gondolom, hogy ennek az eredménye ez kézzelfogható. Nem csak a sport szellemiségében, nem csak abban a közösségépítő erőben, amit kézzelfogható és tapasztalható, hanem abban is, hogy valóban azok a fogyatékossággal élő fiatalok, akik itt megmutatják azt, hogy milyen sportolói kvalitásokkal rendelkeznek, és nyugodtan mondhatjuk, hogy azért a versenyek heve után egymás nyakába borulva tudnak örülni egymás sikerének, ez mindenképpen példaértékű. A kétnapos rendezvényen 7 felnőtt és 5 utánpótláskorú csapat összesen 16 mérkőzést játszott. A bajnokság és a kupa második fordulóját november végén Tatán rendezik meg. Kedves nézőink, iradunk végén nézzük főpíreinket még egyszer néhány mondatban. Új hadcsoportszobás 72 férőhelyes bölcsödét adtak át Máté Szalkán. Az Angyal Szárny névre keresztelt intézményben igény szerint sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadnak. A közel 700 millió forint összértékű beruházást Európai Uniós forrásból és kormányzati támogatásból valósították meg a városban. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 14 településen 25 projektet teljesítve közel 2400-an végeznek önkéntes munkát a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű háromnapos önkéntes ifjúsági akció keretében. A rendezvénysorozat országos megnyitóját csütörtökön tartották Nyíregyházán. A szociális szolgálatról és a menekültek megsegítéséről tartottak konferenciát Nyíregyházán, mindezt interkulturális megközelítésben, hiszen a német partnerszervezetek is megosztották a jó gyakorlatot a hazai szakemberekkel. A cél, hogy tudatos munkával a különböző kultúrák inspirálni tudják egymást. Önök október 13-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton Krónikával, vasárnap pedig a Gazdasági Héttel várjuk Önöket, friss hírműsorral pedig legközelebb hétfőn este jelentkezünk, az internetes oldalon pedig addig is várja Önöket, hogyha szeretnék újra megtekinteni a tudósításokat. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton az ország döntő részén derült lesz az ég, majd késő délutántól északnyugaton megnövekszik a felhőzet, és ott estétől kisebb eső, zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 fok között alakul. Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé várható eső, zápor, a csúcshőmérséklet 14 és 16 fok között várható.